Pályázat 600 millió forintból 2024 őszére új bölcsőde épülhet Szentkirályon. Szilveszteri szökések, hanghatások elől menekülő riadt kutyákat fogtak be az állatvédők. Az évhala, az ízletes húsú bodorka nyerte a szavazást, gyakori a hazai vizekben is. Jó estét kívánok, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Új 40 férőhelyes bölcsőde építésére nyújtott be pályázatot az önkormányzat. Az intézmény a Szentkirályi városrészen, a templom melletti telken létesülne 600 millió forintból. Ha nyer a pályázat, akár már 2024 őszén fogadhatja a gyerekeket az új bölcsi. Már 1965-ben szanálni kellett volna azt a három leromlott állagú épületet, ami a Szentkirályi templom szomszédságában áll. Az egyikben karate egyesület, a másikban fiókkönyvtár működik, a harmadikban nyaranta gyermektábori foglalkozásokat tartanak. Elbontásukat követően ezen a csaknem 2500 négyzetméteres telken épülne fel az új bölcsőde. Nagy szükség lenne rá, hiszen a városrészre az utóbbi években rengeteg fiatal család költözött. Az köztudomású, hogy a Szászhold városrészen van a legközelebbi bölcsőde. Meg az is mindenki számára közismert, hogy itt a Szentkirályi óvoda, a játékszigetóval szintén teljesen tele van gyerekkel. Tehát azt látjuk, hogy ha felmenő rendszerben gondolkodunk, bölcsőde, óvoda, akkor föltétlenül szükséges az, hogy a legkisebbek számára is legyen itt hely nálunk. A decemberi közgyűlés döntése nyomán a helyreállítási terv keretében nyújtott be pályázatot az önkormányzat bölcsőde építésre. Az 550 négyzetméteres energiahatékony épülethez tágas udvar, terasz és parkoló tartozna. Három csoportszobát, fürdőket, öltözőket, tálalókonyhát, irodát és szociális helységeket alakítanának ki. A telek kiválóan alkalmas a környezeti nevelésre, egy zöld bölcsőde kialakítására. December 22-én adtuk be a pályázatot, 30 nap alatt megvizsgálják azokat a szempontokat, amik kizárják, vagy tovább engedik a pályázatot. Mi bízunk a saját szakértelmünkben, hogy ezekre meg fogunk felelni. Utána ennek a tartalmi értékelések, ez nagyjából egy 3 hónapot szokott igénybe venni, tehát nagyjából utána évvégére várható a tervezés. Ha nyer a pályázat, a támogatási szerződés aláírását követően a lehető leghamarabb kiválasztják a kivitelezőt és megkezdik az építkezést, mert félő, hogy az elszabadult építőanyag árak miatt szűkös lesz a keret. Ha minden jól megy, a projekt 2024 augusztusában zárul. Bár a főtéri szilveszteri utcabál és a tűzijáték elmaradt, sokan búcsúztatták pirotechnikai eszközökkel az új évet a szabadban. Visszatérő probléma, hogy a hangos durrogástól és a fényhatásoktól megriadt kutyák elszöknek otthonról. Félelmükben utak melletti bozótosokban, kertekben bújnak meg, és csak napokkal később merészkednek elő. A helyi állatvédő szervezetek még most is a szilveszteri kármentést végzik. Szokás szerint sokan tűzijátékkal és egyéb látványos pirotechnikai eszközzel köszöntötték az új esztendőt. Ám nem mindenkinek olyan nagy öröm ez. A házi állatok számára ez az év legnehezebb éjszakája. Rengeteg állat szökött meg és bújt el az égi háború elől. A Fekete István Állatvédő Egyesületnél folyamatosan izzanak a vonalak. Már 31-én a kora délutáni órákban megvolt az első hívásunk, hogy egy kis goldent találtak a Claudius szállodában, és onnan elindult a lavina, és még most is, a mai napig is jönnek az információk folyamatosan, hogy itt látnak kutyát, még van, aki most keresi csak a szilveszterkor eltűnt kutyusát. Az egyesület önkéntese a szilveszter estét is a megriadt állatokkal töltötte. A jó idő kedvezett az elmenekült állatoknak, könnyen találtak biztos menedéket. Mostanra nyugodhattak meg annyira, hogy kimozdulnak búvóhelyükről, de az éhség is előcsalogathatja őket. A vasi állatvédőknél is folyamatos készenlétben vannak. A legnagyobb segítség ilyenkor minden esetben az, hogyha egy kóborló kutyát találunk, akkor azt amennyiben lehetséges, amennyiben a kutya barátságos, fogjuk meg, értesítsünk állatvédőt, és várjuk meg ott a helyszínen a kutyával az érkezőket. Ha nem lehet az állatot befogni, mindenképpen fotózzák le a kutyát, és küldjék el a képet akár a Fekete István, akár a Vasi Állatvédők Egyesületének, vagy a közterületfelügyelet gyepmesteri telepének. Az eddig beérkezett kutyák többségének meglett a gazdája. Őt elsőjén hozták be, neki még neve sincsen és csípje sincsen. Várja szerető örökbefogadóját, aki hazaviszi, és talán jövőre ő is kap nevet és új gazdit. Akinek elszökött a házi kedvence és még nem került meg, vagy megriadt kóbor kutyát lát, keresse a helyi állatvédő szervezeteket.
A házi orvosok is csatlakoznak az oltási akciónapokhoz. Pert indított a volánbusz az önkormányzat ellen. Ma van vízkereszt, a karácsonyi ünnepkör vége. Rövid hírekkel folytatjuk. Elkészült a január oltási akciónapok házi orvosi ütemterve. A rendelési idejükben végzett vakcinázáson túl az alapellátásban dolgozó felnőtt házi orvosok is részt vesznek az újabb oltási kampányban a lakosság minél szélesebb körű átoltottsága érdekében. A házi orvosi akciónapon előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül kérhető Pfizer, Janssen és a Sinopharm vakcina. A szombathelyi felnőtt házi orvosi rendelők oltási akciónapjainak részletei a város honlapján olvashatók. Polgári pert indított a volánbusz Szombathely önkormányzatával szemben, ezt több médiumhoz is eljuttatott közleményében adta hírül a társaság. Azt írták, idézem, a volánbusz szabályos, a valós költségekre fedezetet nyújtó pályázatot adott be, és mivel szerintük a kihirdetett eredmény a pályázati felhívásban foglaltakra, a jogszabályi környezetre, valamint a benyújtott ajánlatok tartalmára tekintettel jogszerűségi aggályokat vett fel, a közlekedési társaság jogszabálysértés tényének megállapítása érdekében keresett nyújtott be a Szombathelyi Járásbíróságon, idézet vége. A város helyi személyszállítási közszolgáltatási kiírására ketten nyújtottak be pályázatot. A júniusi közgyűlés egyhangulag hirdette ki győztesnek a Blagusagora Hungary Kft-t, a volánbusz ajánlatát érvénytelennek nyilvánította az önkormányzat, ráadásul az közel 100 millió forinttal magasabb volt, mint a nyertesé. Január 6-a vízkereszt. A katolikus egyház egyik legfontosabb, a három királyok, másnéppen a napkeleti bölcsek ünnepe, a karácsony zárónapja. Ezután kezdődhet a farsangi időszak. Krisztus keresztségének emlékére a vízkereszt volt az ünnepi keresztelések napja, a katolikus egyház tömjént és vizet szentelt. Innen való az elnevezés. A szentelt víznek gyógyító hatást tulajdonítottak, betegség ellen használták. A népszokásokból mára jobbára csak annyi maradt meg, hogy ilyenkor szedik le a karácsonyfát. Az otthonok és a bennük élők megáldását viszont ma is sokan kérik az egyházak képviselőitől. A bodorka lett az év hala. A piros szemű kele néven is ismert hal gyakori a Szombathely környéki vizekben is. Ez az ízletes húsú, de szálkás hal a sütődék egyik kedvence. A széles durbincsot és a bagolykeszeget messze lekörözte a bodorka, ez a jól ismert faj a 2022-es évhala. A szavazatok több mint 50%-át kapta. Jól ismert, és a horgászat első lépéseit megtevő gyermekek számára az első zsákmányok egyike. Ez köszönhető annak, hogy szinte valamennyi hazai vízünkben előfordul. A magyar konyha egyik jellegzetes finomsága a bodorka, pedig ez egy rendkívül szálkás hal. A titok, hogy alaposan beírdalják a szakácsok. A húsa ízletes. Bármelyik horgásztóban, akár a Szombathelyi csónakázótóban, vagy a Lukácsházi tározón, vagy másutt is, tehát horogra akadhat a bodorka, de a városnak a területén, akár a Perinben is találkozhatunk a bodorkával. Nem igazán tömeges itt sehol. Általában rajban él. Térségünkben nagyrészt a haltelepítéseknek köszönhető a jelenlétük, mindenevő. Különleges színvilága miatt gyakran összekeverik a vörös szárnyú keszeggel. Úszó színének a különbözősége az, ami sok esetben nagyon tipikus. A bodorkánál, ahogy említettem, a mell, has és a farok alatti úszó az, ami ezt az élénk narancsos színt mutatja. A vereszárnyú keszegnél nem csak, hogy élénkebbek ezek általában, hanem a farok és a hátúszó esetében is megfigyelhető ez. Azonban a szemük összetéveszthetetlen. A bodorkának pirosas, narancsvörös színű a pupillája körüli szemgyűrű. Emiatt népies nevéről ismerik sokan. Ez a piros szemű kele, avagy a búza szemű keszeg. Eredményes évet zárt és fontos mérföldkőhöz érkezett az Agrobio Classic Kickbox Klub. A 15. évfordulóját ünneplő egyesület versenyzője Polgár Dávid korosztályos Európa-bajnoki bronzérmet szerzett, Mayer Gábor irányítása mellett. De az agrobiós sportolók az önkéntes munkában is élen jártak 2021-ben.
Az ünnepekkor sem volt megállás az Agrobio Classic Kickbox Klub versenyzői számára. A koronavírus járvány miatt nehezen indult az elmúlt esztendő, de ezt követően sikert sikerre halmoztak a versenyzők. Közülük is kiemelkedik Polgár Dávid, aki a budvai korosztályos Európa-bajnokságon bronzérmes lett. A tehetséges ifjú versenyző komolyabb célokat is megfogalmazott a jövőt illetően. Igazándiból mindenképp szeretnék egy címet szerezni, akár világbajnokságon, Európa-bajnokságon. Egy első helyezést mindenképp meg szeretnék célozni, és szerintem erre egy nagyon jó az edzőm, Mayer Gábor. Az új évben nem csak Polgár Dávidtól várhat érmet a szakmai munkát irányító Mayer Gábor. A klub kötelékébe több mint 110 sportoló tartozik, akik 6 csoportra osztva hetente több edzésen is részt vesznek. A fennállásának 15 éves jubileumát ünneplő egyesületnél a mozgás megszerettetése, az egészség megőrzése és a versenyekre való felkészítés is fontos. Azt azért tudni kell, hogy a küzdősportokban, kickbox sportákban is az jellemző, hogy inkább már egészségmegőrző célra jönnek, jó kondíció elérése céljából jönnek az emberek sportolni, és nem feltétlenül azért, hogy ők elmenjenek versenyezni, és akkor ott megmérettessék magukat. Úgyhogy ilyen szempontból edzőként elég nagy kihívás az, hogy megtaláljuk a megfelelő srácokat, meg embereket, de hát ezen vagyok én is, hogy nekem azért a versenyzés az életem, szeretek versenyekre járni, az, hogy minél több fiatal a kezdők közül a hobbi csoportból akár fel tudjunk hozni, vagy a gyerekcsoportból, hogy minél előbb el tudjuk a srácokat versenyeztetni. A szakedzők és sportolók az edzőtermen, valamint a ringen kívül is tevékenyek voltak 2021-ben. Csatlakoztak a TESZED országos szemétszedési akcióhoz, és jótékonysági aukción beteg gyermekek számára gyűjtöttek pénzt. A Szombathelyi Televízió híradóját látták, műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Mi munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!